Az ország egyik legjelentősebb, a hulladékgazdálkodásban érintett szereplőknek szervezett konferenciáját tartották meg immár 19. alkalommal Gyulán. A kétnapos eseményen V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár beszélt arról a 2014-es Európai Uniós csomagról, mely a körforgásos gazdaság felé való elmozdulást kívánta elősegíteni, ám később visszavonták. Szinte kizárólag hulladékgazdálkodási szabályozásból állt, és hát maga a körforgásos gazdaságnak is az a lényege, hogy nem csak egy ilyen csővégi szabályozás lesz, hogy a hulladék keletkezik, mit csináljunk vele, és ott próbálunk megszigorításokat bevezetni. Hozzáteszem, ez a szándék ez az azért a mai napig az új csomaggal, amelyet már egy évvel később, 2015 decemberében nyújtottak be. Ezzel is azért markáns hulladékgazdálkodási szabályozással akarják elérni, kényszeríteni a gazdaságot, hogy a célértékeket tudjuk teljesíteni. Az új elképzelés már nem csak szabályozás, Áll, hanem a szakemberekkel egyeztetve gyakorlati szempontokat is figyelembe vesz. A hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett szemléletváltást és innovációkat a Gyulai és ehhez hasonló konferenciák segítik. Nagyon fontos, ugyanis, hogy a döntéshozók és a szakma között párbeszéd alakuljon ki, ezáltal közösen tudják megoldani a felmerülő problémákat. Írószal mellett meg lehet hozni csodálatos döntéseket, aztán a valóságban, hogy ez hogyan működik, az egy, megint egy más dolog, és, és sajnos nincsenek eléggé átgondolva, és a szakemberek nincsenek eléggé bevonva. 19. hulladék hasznosítási konferencián a körforgásos gazdaság mellett szó volt a hulladékos szakmát érintő szervezeti átalakításokról is.